A távolság gyermekei itt van pontosan a Liget klubba, akik augusztus 19-én is itt lesznek. De előtte egy kis interjú. Igaz az, srácok, basszus, hogy én nem is tudtam, hogy a Subbase Monster internetes portálon volt valami nevezés, és onnan jött ez az egész? Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az az igazság, hogy remélem azért Szabi tudja, hogy ott voltunk a fórumon. De igen, egyébként a Subbase Master Forumnak köszönhető, mert volt egy topik, a Szabad Szöveg MC, az volt a neve, és akkor odaírogattuk be a szövegeinket, és megtetszettünk egymásnak, hogyha fogalmazhatok ilyen nyíltan. Mármint mi, nem a szövegek, hanem. És akkor az első közös children szöveg, az a Rolynak meg Petinek a szövege volt, a Remény című dalunk. Hát azért ezek még nem mondanám, hogy kiforrott dolgok voltak, de mindenképpen próbálkozásnak nevezhető, és akkor ebből indult el az egész, hogy mi szeretnénk együtt közösen szövegeket írni. Az, hogy zenélni is szeretnénk, ez már csak egy kicsit később jött. Petivel beszéltünk MSN-en, ami azóta már nem létezik. Ilyen öregek vagyunk. és akkor megbeszéltük, hogy csinálunk egy ilyen csapatot, ez lesz a nevünk. Magyarul nagyon hülyén hangzott, ezért lett a Children of Distance. És Roli akkor éppen burzsú nyaralását töltötte a Kanári-szigeteken, és amikor hazajött... Akkor tele volt. Amikor hazajött, akkor megmondtuk neki, hogy benne van ebben a bandában, és azóta sem mondott igent, ez már 12 éve volt. Bár lehet, hogy egyszer már egy nem tiszta pillanatában vagy mondtad egy fél igen, de ennyi volt. Azért szerintem a Subbase Monster fórumjától idáig vezető út azért egy az, hogy baromi rögös lehetett, kettő meg azért eléggé kitörtetek. Szóval, de hogy is van, hogy mind a hárman különböző helyen éltek az ország pontjain, ugye? Merre is? Én Máriapócson élek, vagyis hát most már Debrecenben, de Máriapócsi vagyok, az Nyíregyházától egy 30 kilométerre van. Én meg Szűcsiben, Gyöngyöstől egy olyan 13 kilométer. Az M3-as, az eddig jó. Meg Szeged és Makó között, kizdom. Na itt volt, na tudom, miért akartad elhagyni a bandát. De nagy. Láttam most az új lirik videóban jött ki, nem? Az a Vétkem, ugye? Című szám. Azért mióta 4 napja van fent, és már több mint 250-60 ezer nézettség? Baromi jó. Hogyan készült ez a szám, miről szól? Mi a mondani valója? Elmentünk... Bocsánat. Ja nem, csak azt akartam elmondani, elmentünk Petéknél, mert neki volt akkor az emeleten egy jó szaunája. Micsodám volt? Szaunád. Ja, volt egy szaunám, akkor még nem volt ott. De tényleg, nem volt ott. Nem úgy volt szauna, hanem... Csak ide ezt a jó kis mozgós mikrofon. Nem volt bekötve nálunk a légkondi, úgyhogy... Az volt oda fent a szauna, úgyhogy... Annyira tele voltunk pénz, hogy még... Hideg se volt odafent. Na mindig, mostanában úgy vagyunk ezekkel a dalokkal, hogy hozunk ki néha szöveges videót, van, amikor nem igényli a klippet. Például ezt a dalt az alapzenén kívül pont 0 forintból volt, én vettem fel otthon a saját szobámban, én kevertem, én masztereltem, én csináltam a lyrics videót, a srácoknak a szöveget is írtam, azt nem írtam, de egyébként ennyire minimálban dolgozunk mostanában. Nagyjából aztán, hogyha valamihez úgy érezzük, mint például kijött a Karolás dalunk, és látjuk, hogy napi iszonyatos nézettségeket nyom fent, vagy 2 hónap és van majdnem 3 millió nál tart egy dalszöveges videó, úgyhogy ahhoz forgatunk egy videóklipet, annak van értelme. De például, hogyha látjuk, hogy valamilyen dal nem megy, az akkor se fog menni, hogyha akármit forgatok rá 1 millió forintért is. Egyébként tök jó, hogy ezt csináljátok. Egyébként én is gondolkoztam ezen, hogy tényleg így lirik videókba kirakni ezeket a dolgokat. Tényleg vannak sokszor. Az a problémás, hogy szerintem ti is be tudjátok vallani, hogy mostanában mindenre videóklipet forgat mindenki, mert ugye ebből van kereslet, ugye sokszor a fellépésen kívül. Viszont augusztus 19-én élőzenekarral fogtok itt lenni. Én már láttalak titeket egyszer élőzenekarral, és baromira tetszett, meg jó volt a csapat. Mire számíthatnak a rajongók? Lesz a fotózkodás, lesz a valami új dolog benne, vagy hogy itt Budapesten, nem tudom, hogy mikor voltatok utoljára fellépni akár élőzenekarral. Szóval, hogy itt Pesten a rajongótábor az nagy, jönnek-e, számítanak rá? Budapesten legutóbb az A38-on voltunk fellépni, az még tavaly decemberben volt. Ez tudatosan nem szoktunk egyébként budapesti bulikat vállalni, kifejezetten azért, mert nekünk az évzáró koncertünk, ami az A38-on szokott lenni, az egy ilyen fontos és kiemelt esemény. És akkor volt egy időszak, amikor mondjuk 2 év alatt már 19-szer léptünk fel Budapesten, az egy kicsit sok így igazából összességében. És most ugye itt leszünk a Ligetben 19-én zenekarral, még így itt nem léptünk fel
szerintem a ligetben soha. Zenekarra egyszer talán voltunk már Hackneyban, vagy nem voltunk? Hárman. Nem, valamilyen tévés forgatáson voltunk. Ja, igen. Aha, tényleg, az jó, azt szeretem a legjobban. És a zenekarra jövünk most, 8-an vagyunk a zenekarban, van 4 zenészünk, egy énekes lányunk Pati, meg mi hárman. Annyiban lesz más ez, mint mondjuk egy sima, egyszerű félplayback fellépés, hogy azért itt minden élőben fog megszólalni, van egy nagyon komoly technikai stábunk, van külön fényparkunk, amit szoktunk magunkkal vinni, a lézerekkel, meg mindennel, úgyhogy ez egy ilyen tök komoly produkció egyébként most már, amit mi a színpadra felviszünk, mint élő produkció, és remélem azért ez itt is nagyon jól meg fog szólalni, meg jól fog kinézni majd nálatok. Rajongók fotózkodhatnak? Fotózkodhatnak, minden. De csak koncert után, meg mindig, soha nem szerettük azt, amikor kivakuzzák a szemünket. Úgyhogy most hozunk egy jó nagy fényt, úgyhogy szerintem senkinek nem lesz kedve vakuzgatni utána, úgyhogy, de szívesen fogadjuk. Igen, Rolival esetleg koncert közben is lehet, aki el tudja kapni, mert ő lesz szokott ugrálni a színpadról. Álljon vízkörül, felmondom, beugrik a tömegbe? Hát nem kifejezetten, a tömeg mellé szokott ugrálni. Jó, srácok, egyébként mennyi idős lesz a műsor? Egy órát fogunk tolni nálatok. Egy órát. De az tömény lesz. Jó. Én baromira örülök egyébként, hogy maga a Legendshez csatlakoztatok, meg hogy jöttök. Tényleg egy jó szokott lenni. Én azt tudom mondani, hogy ilyen nagyon családias a hangulat. Rengeteg fellépő szokott lenni, mint látjátok most is. Ugye nem csak ti, hanem rengetegen fel fognak majd lépni. A rajongóknak azt mondom, hogy gyertek el minél többen, hogy gyűjjön a pénz nekem is, és tudjak venni egy jacuzzit, meg egy légkondit. De attól függetlenül tényleg örülünk, hogy itt vagytok, és akkor várunk titeket augusztus 19-én. Köszönjük szépen!